Utolsó simítások a sóstói strand több mint 1,7 hektáros területén. Vasárnap ugyanis kinyit a szabadtéri fürdő, indul az idei strandszezon. Hatalmas nagy vízfelületeink vannak, és hát a csempeburkolatok fugázása, a pótlás, ez minden évben egy jelentős munkát jelent számunkra. Emellett, ami fontos, a zöld felületek ápolása, mintegy 200 facserjét ültettünk el. Ezek ugye, ahogy öregszik, hát minden évben gajaznunk kell nyilván a nagy tölgyfákat, ugye 80-100 éves fákról van szó, és nyilván minden évben pótoljuk, és ezeket, hogy egyszer majd az utókornak is ugyanilyen szép legyen a parkfürdő, mint amilyen számunkra. Gyepszőnyegünk, ugye mint egy több mint 20 ezer négyzetméter gyepfelületnek a locsolóhálózattal történő kiépítése történt meg. A karbantartási munkálatokra több mint 10 milliót költött a cég. A nyíregyházi fürdő gyógyvize évek óta sok turistát hoz a térségbe. Tavaly a nyíregyházi fürdőkben összesen közel 290 ezer látogatót fogadtak. Az idén is hasonló forgalomra számítanak. Az idei nyitásnak a gyerekek örülhetnek igazán, hiszen vasárnap minden 10 éven aluli gyerek ingyen jöhet fürdőzni. A tófürdő nyitását kicsit későbbre, június közepére tervezik, amikor is a tóvize felmelegszik. Az idén sem maradhatnak el a sóstófürdő tematikus programjai, a sóstófest, a strandfoci, de kivetítőn lehet majd követni a labdarúgó EB-t is. A jegyárakon idén nem emelnek, mondta a vezérigazgató. Megújul a Mátészalkai strand is, június első felében nyílhat meg két új medence, az egyik egy 400 köbméteres termálvizes gyógymedence, a másik pedig egy kisebb gyerekmedence. A beruházásról hétfőn 35 perc című műsorunkban beszélt Hanusi Péter polgármester. Tavaly egy 40 millió forintos nagyságrenddel kezdtük el a munkát. Idén ismét egy ilyen 30-35 millió forintos fejlesztési forrást találtunk erre a város saját bevételeiből, költségvetéseiből. És ez azért nagyon komoly munka, mert ahogy a tisztelt nézők láthatták a bejátszás, mintha a Szalkavíz Kft. Ugye 100%-os önkormányzati tulajdonú cég. Tehát ez a munka, amit ők most elvégeznek, ennek durván 100-120 millió forint lenne a bruttó piaci értéke, de így, hogy a saját céggel csináljuk önköltségi áron, nem titok, hogy közmunkások bevonásával, csak a speciális szakmunkákat adtuk ki külső, mellesleg Mátészalkai vállalkozóknak, épp ezért az ő ceruzájuk is nagyon vékonyan fogott. Tehát így ezzel nagyon-nagyon hatékony munkát tudunk elvégezni. A fehérgyarmati strandon már tavaly elvégeztek kisebb-nagyobb rekonstrukciós munkákat. Érdemes a kisebb fürdőket is felújítani, hiszen szép kártyával sokan fürdőznek ezekben is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének a kisebb fürdői, akár most Nyírbátorra gondolok, vagy éppen Vásárosnaményre, a Kisvárdára, ezek mind-mind azt gondolom, hogy ideális helyszínek ahhoz, hogy akár szép kártyával is fizethessenek a vendégeink. Az elmúlt évben 9,5 milliárd forintot használtak fel a szép kártyákról, 1 millió 253 ezeren kapják ezt a fajta béren kívüli juttatást. Érdemes figyelni arra, hogy május végéig használhatók fel a 2014-ben feltöltött szép kártyák.